menekülj. Roger és Leoni érkeztek a Győr Plus Rádió stúdiójába. A két kedves kis szőrmók jelenleg a puha praclik sorsára van bízva. Az egyesület tagjai évek óta szinte az egész életüket macskák mentésére áldozzák. Az egész életünket feltettünk arra, hogy megmentsünk jó néhány macskát. Most már azért mondhatom örömmel, hogy 700 macska volt nálunk az elmúlt 3 évben. Ugye 2018-ban alakultunk, még egy kis csapatként, és akkor 2019-ben sikerült egyesületté válnunk. Az egyesületi tagok már cserélődtek egy pindurit, de a hitvallásunk az még mindig ugyanaz, segíteni minden cicának, akinek csak lehet. A puha praclikhoz kidobott, otthagyott, talált macskák kerülnek általában úgy, hogy valaki felhívja rájuk a figyelmüket. Sajnos ilyen állatkákból sok és egyre több van. Így aztán a praclik tagságának is sok a dolga, hogy minél több cica életet mentsenek meg. A legtöbb cica úgy kerül hozzánk, hogy szólnak nekünk, hogy találtak itt ott az utca szélén, erdőbe, bárhol kidobott cicát, hogyha tudjuk, akkor természetesen elhelyezzük őket. Én is találtam már macskát, soha nem gondoltam, hogy fogok, de egy fekete pici cicát én is találtam, aki most már gazdinál van. Vannak olyan cicák is, akik sajnos visszakerülnek hozzánk, bármiféle probléma adódott, esetleg az örökbefogadás során volt olyan cica, aki allergia miatt került hozzánk vissza, de sajnos most az anyagi problémák miatt is jó páran visszajöttek hozzánk. December 18-án vasárnap már második alkalommal rendeznek örökbefogadó és családi napot a puha praclik, ahova rengeteg családot várnak, na meg ajándékot és adományt is a macsekoknak. Az első örökbefogadó napunk az nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy reméljük, hogy ez az örökbefogadó nap is legalább olyan jól fog sikerülni. Mindenkire számítunk, gyerekekre, felnőttekre, családokra, egyedülállókra, cicásokra, kutyásokra, mindenkire, aki szereti az állatokat. Szeretnénk egy picit feltankolni az éléskamráinkat, mert azok eléggé kifogytak az elmúlt időben, mert még mindig több mint 100 cica van nálunk, és ez a létszám azt hiszem, ez folyamatos is. Várunk egy kis adományt a kutyusoknak is, mert tervezzük, hogy meglátogatunk családokat, ahol rászorulók vannak sajnos, illetőleg hát készülünk majd ajándékokkal, készülünk meglepetésekkel. A jövő vasárnapi örökbefogadó napon a szakma is képviselteti majd magát. Lesznek vendégeink, eljönnek hozzánk az orvosaink, akik ugyanúgy, mint a múltkor, majd válaszolnak a kérdésekre, amiket fel lehet nekik tenni. Vendégünk lesz Királyfi Péter, aki szintén úgy várja majd a kérdéseket, és nagyon szívesen válaszol mindenkinek. Viszünk magunkkal cicákat, természetesen. Most nagyjából azt számoltam, hogy olyan 15-17 környéki lesz azoknak a cicáknak a száma, akiket el tudunk vinni magunkkal, és reménykedünk, hogy azért jó páran gazdira találnak majd közülük. Ha valaki örökbe fogadna macskát, vagy csak segítene nehéz sorsú cicáknak, akkor jövő vasárnap ne hagyja majd ki a programot, amit délután 15 és 19 óra között rendeznek a Csipkegyári út 2-4 alatt található Bortrezorban.